Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt a 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség sorozatunk kezdetén. Gyakorlatilag nem lehet elmenni amellett, hogy 60 éve történt ez az esemény, és úgy gondoltuk, hogy ezt nem csak egy egyszerű ünnepséggel fogjuk megünnepelni, mint máskor szoktuk, hanem egy ünnepség sorozatot hoztunk létre, és ebben lenne ennek az első állomása, mire elhívtuk Palcsics József urat, aki a 1989-ben a 301-es parcella felkutatásában vett részt. Ugye, amikor 56-ról beszélünk, mindig a történelmi tanárnél kiugrik belőle, tehát azért azt tudni kell, hogy ennek azért nem csak október 23-áról szólt ez, és nem november 4-éről, hanem ez hosszabban tartó folyamat volt. Tulajdonképpen 89 is szervesen kapcsolódik hozzá, vagy még a 10 évvel ezelőtti eseményeket is hozzá lehet kapcsolni, ami 1956-ban történt. Én azt gondolom, hogy most a 60. évfordulón kicsit lenyugodva méltóképpen meg fogjuk tudni ünnepelni most is, és vasárnap is. Vasárnap is természetesen mindenkit szeretettel várunk, hiszen az sem egy szokványos ünnepség lesz, hanem a Kopjafa mellett Palbom Jensennek az emléktábláját fogjuk majd leleplezni. Én azt gondolom, hogy ez is méltó lesz az ünnepnek, az eseménynek. De én nem is akarom tovább szaporítani, viszont hiszen nem rólam kell, hogy szóljon, akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen. Ezt használja meg célszerűen. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, hölgyeim és uraim. De nagyon örülök neki, hogy beszélhettek erről a dologról, mert az életemnek egy nagy eseménye volt ez, amiről most beszélni fogok. Hát mindenek előtt akkor röviden azt szeretném elmondani, hogy hogy kerültem én abban a helyzetben, hogy egyáltalán a Nagy Imre és Mártír társainak a sírhelyét fel kellett, hogy kutassam. Azért kellett, mert ez egyébként egy miniszterhelyettesi utasítás volt akkor a számomra. Én akkor a belügyminisztérium vizsgálati osztályának a helyettes vezetője voltam. 1988-ról beszélek, és alezredesi rendfokozatban, mint osztályvezető helyettes teljesítettem szolgálatot, és mai napig nem tudom pontosan megmondani, hogy esett rám a választás. A miniszter helyettes, akit akkor úgy hívtak, hogy Harangozó Szilveszter rendőr altábornagy, a miniszter helyettes telefonált, és a főnököm az osztályvezető szabadságon volt, valószínűleg én így kerültem én abba a helyzetbe, hogy nekem kellett hozzá elmenni. Fogtam a jegyzetfüzetemet, átmentem a minisztériumba, akkor még Roosevelt térnek hívták, és a miniszter helyettes irodájában megjelenve közölte velem, hogy hát Palcsics elvtárs, arról van szó, hogy meg kell keresni a Nagy Imréjéknek a sírhelyét, de egyszerű dolga lesz, mondta ő. Egyszerű dolga lesz, mert bemegy a 301-es parcellába, és ott a sírok között megkeresi a fejfákon, hogy hol, kinek hol van fölírva Nagy Imrének, Malétennek, stb. Neve, és följegyzi nekem egy jelentésben, hogy hanyadik sor, hanyadik sírhelyét kell keresni. Hát én nem sokat tudtam akkor, sőt mondhatni, hogy nagyon keveset Nagy Imréjékről, de azt azért tudtam, hogy valami nem stimmel, itt nem lesznek ott sírkeresztek vagy fejfák, de hát ugye mit lehet tenni, a miniszter helyettesi utasítást azt nem lehet megszegni. Gondoltam, hogy hát majd megpróbálok utána járni. Értettem, eltávoztam. És hát így indult a dolog, még azt is hozzáfűzte a miniszter helyettes, hogy egyébként ez egy személyre szóló parancs, senkinek nem számolhatok be róla, még a főnökömnek se, és neki kézzel írott jelentésbe kell beszámolnom arról, hogy hol vannak a sírok. Tehát senki, még a gépírónő se tudhat róla. Még azt is a lelkemre kötötte, hogy egyébként valamikor ott van a temető mellett a büntetés végrehajtási intézet, annyira konspiráltan járjak el, hogy még a büntetés végrehajtási intézetből menjek át a temetőbe, és úgy keressem fel a 301-es parcellát. Hát kérem szépen, eléggé meglepett a dolog.
Annál is inkább, mert ez a tábornok talán többen tudják az idősebb korosztály részéről, hogy valamikor ő volt a 3x3-as csoportfőnök, a Horváth József, aki a Dunagét ügyben ő volt akkor, ők a belső elhárítás hozzátartozott hosszú ideig, tehát ő neki, ha valakinek, akkor neki tudnia kellett, hogy milyen állapotok vannak ott a 301-es parcellában. Akkor most megpróbálunk odalépni. Itt tetszenek látni, ez egy régi kép a 301-es parcelláról. Kimentem a temetőbe, hát persze nem mentem el a büntetés végrehajtási intézetbe, mert biztos voltam benne, hogy azért nagyobb feltűnést keltek, mint a besétálok a temetőbe. És a temető főbejáratánál van egy térkép, ott megnéztem, hogy hol van a 301-es parcella, hát mondom, ez jó messze lehet, beültem az autóba, amit előzőleg kinhagytam, és hát kérem szépen, 3,5 kilométerre van a temető sarkában ez a parcella. És hát ott ilyen állapotok tárultak elém, mint ezen a képen is látható. Sírhalmok, sírkeresztek, csak ilyen, mint amit most is látunk. Teljesen feldúlt állapotban volt, nem voltak a sírok felhantolva, hanem ilyen mélyedések jelezték, hogy ott sírok lehetnek. Mind derékig érő, nyakig érő, bozót, fű, tehát teljesen ilyen állapotok uralkodtak a parcellában, semmit nem lehetett, nem vagy névtáblát, semmit nem lehetett látni. Hát ezek után visszatértem a szolgálati helyemre, és megírtam a kézzel írott jelentést, jelentettem, hogy itt olyan állapotok uralkodnak, hogy nem lehet megállapítani, tehát itt irattári kutatást a temetésben résztvevő személyeknek. Tehát leírtam, hogy milyen intézkedéseket látok szükségesnek ahhoz, hogy egyáltalán meg lehessen kísérelni, hogy megtaláljuk a sírhalmokat. Ezt leírtam, elment a jelentés, és teltek múltak a hetek, és nem történt semmi. Megmondom őszintén, hogy kicsit úgy éreztem magam, hogy hát ez nem is nekem való feladat, nem nagyon tudnék én ezzel megbirkózni, és arra gondoltam, hogy hát ez talán el is felejtődik ez a dolog. 1988 május-júniusát írjuk ebben az időben, és mint utólag kiderült, hát ez alatt az idő alatt azért már erős repedések mentek végbe az állampártnak a szerkezetében, és 1988 elején, úgy márciusában megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottsága, amelyik nyilatkozatokban, nyílt levelekben is ostromolta a párt és a kormány vezetését, hogy igenis a szükségesnek látják, hogy a kivégzett mártíroknak, nem csak a Nagy Imréknek, hanem valamennyi kivégzett személynek a sírhelyét mondják meg, hogy hol vannak eltemetve, és szolgáltassák ki a hozzátartozóknak. Ennek a bizottságnak tagja volt például a Nagy Erzsébet, a Nagy Imrének a leánya, Hegedűs B. András, aki akkoriban egy ismert ellenzéki személyiség volt, és még sokan mások, Göncz Árpád, Tóbiás Áron, Mécs Imre, tehát akkori ellenzéknek prominens személyiségei voltak, és nagyon komolyan ostromolták a vezetést, hogy hát meg akarják tudni, és szinte követelik, hogy mondja meg a vezetés, hogy hol vannak eltemetve a mártírok. És ebben az időben egy úgynevezett legenda sírt is ápoltak, ezt talán meg tudom mutatni, hogyha tessék megnézni ezt a képet. Ez abban a buzdokosban, a 15. sorban, innen messziről nem nagyon lehet elolvasni, egy törött márványtábla volt, nyugodjatok békében Nagy Imre. Ott látni egy letörött fejű kalambot is, meg látszik, hogy egy kicsit gondozva volt ez a sír. Tehát láthatóan voltak, akik kiálltak oda a temetőbe, és megpróbálták hát a szeretteiknek a sírját megtalálni, meg kikövetkeztetni, és ez is egy ilyen eset volt egyébként, ami az érdekessége az, hogy
amikor Nagy Imrét kivégezték, akkor valóban ebbe a sorba történtek el temetések. Tehát akik megjelölték ezt a helyet, persze nem itt voltak, mint később kiderült, nem itt voltak eltemetve, de ezt a helyet ápolták, azt hívén, hogy itt lehetnek ők. Hát így mondom, eltelt néhány hét, amikor valószínűleg annak következtében, hogy 1988 nyarán Grósz Károly az Egyesült Államokban járt, és ott találkozott a magyar emigráció képviselőivel, újságírókkal, és ott elígérte magát, mert azt mondta, hogy hát ők most már úgy látja a politikai vezetés, hogy szükség van arra, hogy megmondják, hogy ki, hol vannak a mártírok eltemetve, és kvázi ígéretet tett rá, hogy ez meg fog történni. És valószínűleg ennek következtében történt, hogy kaptam egy telefont a miniszterhelyettestől, hogy akkor kérem szépen, most már tessék akkor hozzálátni, megjelölni, megtalálni a sírokat, felkutatni. Egyetlen egy eligazítást kaptam, cselekedjen belátása szerint. Hát meg kell, hogy mondjam, rendkívül nehéznek tartottam a dolgot, mert hát semmilyen eligazítást nem lehetett tenni, hiszen tanukat, akik akkoriban az eltemetést végezték egy ilyen parcellában, képtelenség, hogy 30 év múlva, még azok, akik esetleg tényleg ott voltak az eltemetésnél, hogy megmondják, hogy pont hol volt. Ezért én jeleztem, hogy hát a Nagy Imre és társai büntető ügyének az iratait meg kell néznem, mert ott találok feljegyzést arra nézve, hogy hol történt az eltemetés. Hát megkaptam az engedélyt egy napra. Bementem a állambiztonsági nyilvántartó osztálynak a különleges páncéltermébe, ami körülbelül ekkora helység lehetett, mint amiben most vagyunk, és ott rengeteg irat között kitették nekem egy ilyen nagyságú asztalt, elborított egy olyan 36 vagy körülbelül ennyi dosszéból álló bűnügyi irat, ami már a vizsgálatnak a jegyzőkönyvei, a nyomozati iratok voltak köztük, és hát ebben kellett volna megtalálni, hogy hát tudunk-e valamit találni, illetve hogy meg tudjuk-e állapítani, meg tudom-e, mert egyszemélyes feladat volt, teljes titoktartással nem is vonhattam be senkit a feladatban, amit aztán megszektem, majd ezt később elmesélem, mert egyedül ezt nem lehetett volna megcsinálni. Na elég az hozzá, hogy óriási szerencsém volt, mert az iratok között ilyen papír mappában találtam néhány, menjünk vissza egy pillanatra, mert ezt érdekel. Egy úgynevezett darásfészek fedő nevű dosszia, amiben három papírlap volt. Ez a jelentés, egy kézzel írott jelentés, ez is mutatja, hogy milyen nagy hagyományai voltak a kézzel írott jelentéseknek. Ezt most elég rosszul lehet elolvasni, látszik, hogy szigorúan titkos jelentés, 1961. február 25-én kelt. Egy Potec Sándor nevű alezredes készítette a következő lapon, ott már jobban látszik, ott van az aláírása, készült egy példányban, és kapja Rajnai ezredesi elvtárs. Ez van rajta. Ez a jelentés tartalmazza azt, hogy ebben az időpontban 1961. február 25-én a Büntetés Végrehajtási Intézet Kisfogházának az udvaráról kihantolták a Nagy Imréjéket, ugyanis 61-ig ott voltak eltemetve, a kivégzés helyén. A Kisfogházban volt egyébként a kivégzőhely, és nem vitték őket sehova, annak az udvarán temették el a Nagy Imrét, a Maléter Pált és a Gimes Miklóst. És hogy ne legyen feltűnő az ásásnak a helye, egy teherautónyi üres rossz irodabútort dobáltak oda, és ezzel eltakarták tulajdonképpen a sírokat, és itt voltak 3 évig eltemetve. Tehát ez a jelentés mutatta meg azt, hogy hol lehetnek, és mint ahogy a rosszul olvasható van, de talán el lehet olvasni, álnéven
temették el a mártírokat, mégpedig úgy, hogy Borbíró Piroska néven, igen, ott van középtájon Borbíró Piroska, Párkány, stb. Születési adatok. Tehát a nyomozóhatóság igényelt két sírhelyet a temetőtől, és az egyiket Borbíró Piroska névre igényelték, a másikat pedig Naszladi Péter névre, és a 23. sor 8-as, 9-es helye volt ez a két sírhely. Ide átszállították az elhunytakat onnan a Kisfokház udvaráról. A jelentés erről szól, és azok, itt föl vannak sorolva azok a személyek láthatóan, akik részt vettek a kihantolásban, akiket ezek közül megtaláltam, azokat meghallgattam utána tanúként is. Így aztán kiderült, hogy ezek a személyek már csak arról tudtak beszámolni, hogy amikor kiásták az eltemetett személyeket, hogy mit tapasztaltak. Tehát ilyen lemez ládákban voltak eltemetve, és kátránypapírral voltak ezek a lemezládák beburkolva, és drótkötéllel még át is csavarozva, vagy átkötözve. Tehát láthatóan, amikor eltemették őket, akkor gondoltak arra, hogy ideiglenesen lesznek ott elhelyezve, és ennek tulajdonítom, hogy a kátránypapírral voltak beburkolva. Föltették egy teherautóra ezt a három koporsót, és elvitték a 301-es parcella a 23. sor 8-9-es helyére, és ott elhantolták, mégpedig úgy, hogy Nagy Imrét a Borbíró Piroska névre igényelt sírba temették el, és Malétert meg Gimest pedig egy közös sírba, egymásra helyezték a két koporsót. Tehát a három személy két sírban volt, még ez is gyakorlatilag a konspirációt szolgálta, hogy még csak véletlenül se lehessen arra gondolni, hogy ez a három ember van ott, hiszen két sírhelyről van szó. Így aztán volt egy adatom, hogy ugye kik vettek részt az eltemetésben, és hogy a három személynek a sírhelyét így most már tudtuk pontosan, hogy hol vannak, de hát ezt még utána ugye meg kellett találni. Most az az érdekes, hogy ez a dosszié tartalmazott még két térképvázlatot is. Itt van az egyik, Szilágyi, hát itt Gámason írva le Szilágyi József sírhelye. Mint látják, őt úgy temették el, hogy lépésekben adták meg a távolságokat. Tehát nem sor és sírhelyszám, hanem itt a térkép szerint is látható, hogy a kerítés, a temetőnek a kerítése, ami nem egészen 90 fokos szögben helyezkedik el, ez a 301-es parcella a temető sarka, és ott lépésekben van meghatározva a sírnak a távolsága. Hát ez elég bizonytalan, és ugyanilyen vázlat volt a Losonczy Géza sírhelyéről is, tessék megnézni. Tehát volt ez a kézzel írott jelentés, és ez a két térkép vázlat. Gyakorlatilag ez állt a rendelkezésemre. És ekkor úgy döntöttem, hogy akkor bevontam egy kollégámat az ügybe, elmentünk a temetőnek az igazgatójához. És mint utóbb kiderült, az igazgató éppen szabadságon volt, mint ahogy az én főnököm is akkoriban, és a helyettesével, Ladányi Jenővel kerültem kapcsolatba, aki földmérőmérnök volt a szakképesítése. Úgyhogy óriási szerencse volt, hiszen ő szakember volt. És nem mondhattuk meg, hát ugye konspirálni kellett még előtte is, mert persze nem volt ő egy buta ember, előbb-utóbb rájött arra, hogy mit keresünk. Mondtuk neki, hogy itt sírokat keresünk a 301-esben, vannak adataink, hát szeretnénk, ha segítene abban, hogy megtaláljuk a sírhelyeket. Kimentünk a 301-es parcellához, és akkor megdöbbenésemre azt mondta a főmérnök, hát kérem szépen, hogyha hozok egy térképet, egy pontos térképet, akkor ő kiméri a parcellának a határait, és akkor kísérletet lehet tenni, hogy megmondjuk, hogy hol van például a 23. sor 8-as, 9-es helye. Hát mondom, én szerezek térképet, hát van a temető.
Kiderült, hogy nincs, csak egy sematikus vázlat áll a rendelkezésükre, az pedig nem alkalmas erre. Na így aztán végül is a földhivatalban megtaláltam a temetőnek az 1896-ban létesített új köztemetőnek a pontos méretarányos térképét, és azt elvittem a főmérnöknek, aki kinyitotta, nagyon meg volt elégedve. Ráadásul a kollégám meg a Honvédelmi Minisztériumban még egy légitérképet is találta a 301-es parcelláról, illetve a temetőről, így aztán hát már volt remény arra, hogy megtudjuk, hogy hol lehetnek a sírok. És akkor a Ladányi Jenő főmérnök megtalált két sírásót, akik akkoriban ebbe a parcellába is temettek, és őket is segítségül hívva kimentünk 88. augusztus 3-án a parcellába, és a megadott adatok alapján a Ladányi Jenő elkezdte mérni, hozta az eszközöket, teodolított hatalmas hosszú mérőszallagot, stb. És ennek segítségével kimérte a parcellát, és meghatározta azt a pontot, ahol a parcella kezdődik, ami, hát ugye most már látjuk, ott ez már egy új parcellajelző oszlop, ott van az origó. Tehát innen indulva két irányba lehet meghatározni a távolságokat. És akkor ez a két sírásra elindult, és ezzel a módon, így, hogy egyik lábfejét a másik elé tér, elindultak, és először az egyik, és elment, és kiszámolta, hogy hol van a 23. sor. Utána pedig megint ugyanezzel a módszerrel azt kiszámolta, hogy hol van a 9. sírhely. Jó, megjelöltem a helyet, utána megkértem a másik sírásot, ő ugyanezzel a módszer ugyanoda jutott. Tehát láthatóan teljesen szakszerűen dolgoztak még abban az időben is, amikor igazából nem számított volna, hogy kit hova temetnek el, hiszen a jeltelen sírokban való eltemetés volt a szabály, és nem lehetett kiadni a hozzátartozóknak a kivégzett személyeket, és jeltelen sírba kellett őket eltemetni. Következésképpen semmi nem történt volna, hogyha nem járnak el pontosan, de mint utóbb kiderült, teljesen pontosan határozták meg a 23. sor 8-as, 9-es helyét. És akkor jött a következő lépés, hogy mondtam a főmérnök úrnak, hogy hát akkor itt van ez a két, addig meg sem mutattam neki, itt van ez a két térkép vázlat, meg tudná-e határozni, hogy hol vannak ezek a sírok így a lépésben megadott távolságok alapján. Azt mondta, hogy semmi akadálya. Leesett az állam, fogta, és hát tudják, ezzel hatalmas lépésekkel, hát normális esetben az ember nem tud ekkora, hatalmas lépésekkel a kerítéstől elindulva, úgy, ahogy a térképen látható, kimérte a távolságot, és ott is megjelöltük a helyet, Szilágyi Józsefnek a sírhelyét, és Losonczy Gézának a sírhelyét. És utána megkértem a sírásokat, hogy erről a két helyről állapítsák meg, hogy ez hanyadik sor, hanyadik sírhelye. És ők a kilépve például Losonczy Gézáról megállapították, hogy ez a 15. sor, majd itt a feljegyzéseimben megnézem pontosan, hogy a hanyadik sírhelye, és ugyanígy a másikról is, a Szilágyi Józseféről is, ők megmondták, hogy ez körülbelül hanyadik sor, hanyadik sírhelye lehet. Tehát ilyen értelemben már voltak adataink, hogy körülbelül hol lehetnek elhelyezve a sírok. És akkor most néhány szót ezekről a személyekről, mert látom, hogy fiatalok is vannak itt közöttünk, akik hát talán nem sokat tudnak erről az egész ügyről. Nagy Imrét és a társait, Maléter Párt nem megy, Maléter Párt már november 3-án Tökölre kiment tárgyalni a szovjeteken, és ott a szovjetek elfogták. Szabályosan letartóztatták a Magyar Köztársaság hadügyminiszterét, akkor ő honvédelmi miniszter volt, Szerov tábornok és emberei lefogták, és letartóztatták.
Nagy Imréjék pedig november 4-én, amikor bejöttek a szovjet csapatok Budapestre, és elfoglalták többek között a parlamentet is, ők a jugoszláv követségre menekültek, tehát Nagy Imre is oda ment, meg még többen a kormány tagjai közül. Őket aztán utána Romániába szállították, és Snagovban voltak egészen februárig, és februárban kezdték őket hazaszállítani, valamikor február végén hozták haza Nagy Imrét is, rögtön a Gyorskocsi utcai börtönbe szállították, és egy külön nyomozó csoport, amely a vizsgálatra létrehoztak, és ez a Rajnai Sándor volt ennek a nyomozó csoportnak a vezetője ezredesi rendfokozatban, aki elkezdte a kihallgatásokat, és amint látják, a 61-es jelentést is neki címezték. Tehát igen, itt van. Kapja Rajnai ezredest. Tehát még 61-ben is ő foglalkozott ezzel az ügyel. A per az 58 februárjában indult, egy Radó nevű bírónak a vezetésével, de a Radó egy két tárgyalási nap után megbetegedett, szívinfarktust kapott, és végül néhány hónap múlva, júniusban kezdődött el újból a tárgyalás, és akkor már az új kinevezett bíró, majd mindjárt eszembe jut a neve, ő járt el az ügyben, és ő hozta meg az ítéletet június 15-én. Vida Ferenc, igen, köszönöm szépen. Vida Ferenc volt a bírája az ügynek, és amikor a dossziékat tanulmányoztam, ott találtam egy ilyen majdnem A4-es nagyságú szürke borítékot, ami le volt ragasztva és rá volt írva, hogy csak Vida elvtárs engedélyével mondható fel. Nyilvántartónak, ennek a állambiztonsági nyilvántartónak a vezető helyettese egy hölgy volt, ő ült mellettem, kérdeztem tőle, hogy ki az a Vida elvtárs. Azt mondja, ő nem tudja. Én se tudtam akkor, hogy ő volt a bírája az ügynek. Hát én meg gondoltam, ha engedélyt kaptam, hogy megnézzem az anyagokat, fölbontottam a borítékot, és ez is egy döbbenetes élmény volt, így utólag visszagondolva. Ez egy népbírósági tanács volt, képzeljék el. A Vida Ferenc a szakbíró, és négy ülnök, négy polgári személy, tehát egy öttagú bíróság volt, amelyiknek például az egyik tagja egy olyan hölgy volt, akinek a férjét a köztársaság téren meggyilkolták, tehát ő ilyen vagy pártbizottsági tag volt, már nem emlékszem rá, vagy az őrző, tehát akik őrizték, ott a AVH-s orkatonák őrizték az épületet, azok közül volt valaki, de mindegy, annak a férje ott halt meg. Tehát az elfogulatlanul azt hiszem, hogy nem tudta ezt az ügyet kezelni. Ez a népbírósági törvény szerint a népbíróság egyfokú eljárás volt, tehát az ítélet azonnal jogerőre emelkedett, nem lehetett fellebbezni ellene. Tehát Nagy Imréjéket 1958. június 15-én 17 óra 30-kor halálra ítélte Vida Ferenc, és ez ellen fellebbezés jog nem volt, viszont kegyelmi tanácsá alakult át az ítélő bíróság. És ebben a jegyzőkönyvben a kegyelmi tanács jegyzőkönyve volt. Tehát ez az öt ember, aki halálra ítélte őket, ez utána átalakult kegyelmi tanácsá, és a jegyzőkönyv szerint öt szavazattal elutasították a kegyelmi kérelmet. Tehát fellebbezésre nem volt lehetőség, és a kegyelem felől ugyanazok döntöttek, akik egyébként az ítéletet hozták. Így történt aztán, hogy június 15-én délután 17 óra 30 perckor kihirdették az ítéletet, és még aznap este átszállították őket a büntetés végrehajtási intézetbe, ahol másnap reggel hajnalban végrehajtották az ítéletet. És akkor ott ezt a három embert végezték ki június 16-án, és akkor még beszélnünk kell Szilágyi Józsefről, illetve Losonczy Gézáról. Losonczy Géza ellen megindul ugyanúgy az eljárás, mint a Nagy Imréjék ellen, és eredetileg ugyanabban a perben akarták őt is felelősségre vonni,
de ő már 57 novemberében, decemberében rendkívül rossz állapotba került, megtagadta az étkezést, és éjsztrájkba kezdett, és mesterségesen táplálták őt a fogdában, és a mesterséges táplálás közben életét vesztette 57. december 21-én. Még aznap átszállították őt az orvostani intézetbe, ahol két szakorvos elvégezte a boncolását, és másnap, december 22-én elhantolták itt a 301-es parcellában, de nem szabályosan, tehát nem a temető által kiásott sírba helyezték el, hanem ugyanígy egy ilyen rendőr alakulatot hoztak létre, és a decemberi éjszakában meg kihallgattam néhány olyan szemét, aki részt vett az eltemetésében, és elmondták, hogy ők vitték ki ide a temetőbe, és akkor két frissen ásott sír közé ásták el Mosonci Gézának a tetemét, és ez a térképvázlat készült a temetésnek a helyéről. Tehát őt már 57 decemberében eltemették a 301-es parcellában, és mondom, ezen a térképvázlaton kívül semmi nem állt a rendelkezésre a sírhelyre vonatkozóan. A Szilágyi Józsefet viszont még a februárban elkezdett perben megkezdték az ő kihallgatását, de ő egy rendkívül erős karakter volt, és teljesen agresszívan szembeszállt a bírósággal, vitába, Radó bíróval, vitába keveredett, nem hagyta magát félbeszakítani, úgy találták, hogy nem lesz ez így jó, hogy őt ebben a perben felelősségre vonják, és ezért elkülönítették az ügyét, és mint ahogy látjuk itt április 24-i dátum van a térképvázlaton, őt külön perben, már áprilisban halálra ítélték, és április 24-én kivégezték, és ugyanígy egy ilyen rendőrökből álló csoport temette el ott a 301-es parcellában, és az ő sírhelye sem volt megjelölve, hanem ez a térképvázlat adott valamiféle magyarázatot arra, hogy hova temették el. Tehát így került sor majd júniusban a Nagy Imrék perén, amikor már ez a két személy már el is volt hantolva a 301-es parcellában. Hát, mint ahogy mondtam, a tanú kihallgatások azok csak annyiban nyújtottak segítséget, hogy a körülményeket sikerült megismerni, hogy a Kisfogház udvarán hogy történt a kihantolás, illetve azok, akik részt vettek a másik két személynek az elhantolásában, hogy ők miről tudtak beszámolni. És ekkor derült ki az is számomra, ugye ez 88 nyarán van, hogy 7 évvel korábban, 81-ben már tett kísérletet a belügyminisztérium vezetése, hogy megállapítsák a sírhelyeket. Ugyanígy egyszemélyes feladatot kapott egy alezredes, akit aztán én is meghallgattam, akkor már nyugdíjas volt, és hát elmondta, hogy hát ő nem tekinthetett be az iratokba, tehát ő csak a temetésben résztvevő személyek meghallgatásán keresztül próbált eredményre jutni, de hát természetesen így, ahogy mondtam, nem is lehetett volna őket megtalálni. Tehát ha nincs ez a jelentés, meg ez a két térképvázlat, akkor nem lehetett volna eredményt elérni. Tehát már egyszer történt egy ilyen kísérlet, de nem sikerült akkor megtalálni őket. És most is igazából ebből, hogy én megkapom májusban a feladatot, aztán végül majd csak június-júliusban szólítanak fel arra, hogy tovább kell keresni. Igazából láthatóan látszott ez az ingadozása a hatalomnak, hogy kiadják-e, megjelöljék-e a sírhelyeket, kiadják-e a hozzátartozóknak, vagy sem. Tehát ezen ment a húzavona nagyon hosszú időn keresztül. Még akkor élt ennek a rendőri jelentésnek a készítője,
itt látható a neve, Kotec Sándor rendőr, a ezredes alosztályvezető. Ő a börtön elhárításnak volt akkor az alosztályvezetője. Nem tudom, hogy önök tudják, hogy ez mit jelent. A börtön és fogda elhárítás az egyrészt felderítő munkát végez a BV intézetekben és a fogdákban, másrészt pedig hát a BV intézeteknek ilyen operatív úton való védelméről is gondoskodik. Ő volt az, aki meg volt bízva azzal, hogy ki a kihantolást elvégezze. Ő még akkor élt, és ezért ezzel a kollégámmal fölkerestük őt annak az évnek a nyarán, és akkor már ezt a ő általa írt jelentést már nálam volt, és megkérdeztem tőle, hogy hát a lezedes úr, hát hogy nézett ki ez a dolog, hogy történt az eltemetés. Képzeljék el, teljesen elzárkózott, azt mondta, hogy ő nem vett ebbe részt, nem tud róla. És nagyon sokan voltak így, akik itt ebben a jelentésben fel vannak tüntetve, azt hiszem 10 voltak összesen, 2 volt olyan, aki hajlandó volt beszámolni arról, amit hát ugye nem sokat tudott, de legalább annyit el tudott mondani, hogy néztek ki, milyen állapotban voltak a koporsók. Egyszerűen letagadta, és én úgy voltam vele, hogy igazából nincs szükségem arra, hogy őt most beismerésre bírja, mert ez nem egy büntető eljárás volt, ahol a tanú igazmondási kötelezettségre kell felszólítani. Ezért úgy voltunk a kollégámmal, hogy hát ha nem akar róla beszámolni, akkor hagyjuk békibe. És ami az érdekessége ennek a dolognak, hogy 89. március végén kezdődik a kihantolás, április 6-áig folyik, és ebben az időben abban temették el a Kotec Sándort. Akkor temették el, amikor mi a kihantolásokat folytattuk. Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy hozzájárult, hogy sietette a halálát az, hogy akkor már ugye megtudtam, mert a sajtóban, tévében mindenütt hallani lehetett, hogy megkezdődik a mártírok kihantolása, és hát talán ez is hozzájárulhatott az ő halálához. Na most az orvos szakértőkkel is kellett konzultálnom ennek a nyomozásnak a során, és hát kiderült, hogy ebben a 301-es parcellában az addig eltelt 40 év alatt már többször folytak ilyen kutatások, munkásmozgalmi embereket kerestek, meg még nem tudom én kiket, de úgy történt a feltárás, hogy egy hatalmas részt minden sírt kiástak, és akkor antropológiai adatok alapján megpróbálták azonosítani, hogy ki kicsoda. Szabó Árpád például akkor az Orvos Szakértői Intézetnek volt a vezetője, meg itt fogjuk látni a fényképeken. Szabó Árpáddal beszélgetve mondta, hogy több ilyen is volt. De én tudtam, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy kiássunk itt sorokat, mert egyrészt kegyeleti okokból sem tehetjük meg, meg ugyanakkor a hangulat is már nagyon megváltozott erre az időre, tehát szinte követelték a hozzátartozók, hogy történjék meg a sírhelyek megjelölése, és adják ki ott eltemetett személyeket. Tehát arra kellett menni, hogy a lehető legpontosabban ott találjuk meg őket, ahol valójában el vannak temetve. Így aztán tényleg nagy feladat, nagyon komoly feladat volt, hogy amennyire lehet pontosan meghatározni. És a Szilágyinak a sírhelyével kapcsolatban sikerült még tovább lépni, ugyanis a temető parcella könyvében ezen a helyen, ahol hogy kiszámoltuk, hogy hanyadik sírhely, ez a 12. sor volt, ha jól emlékszem, a temetőnek a parcella könyvében ezen a helyen az volt, hogy név nélküli férfi, így volt az ott eltemetett halott megjelölve, név nélküli férfi és adatai a BM vizsgálati osztályon, ez volt odaírva. A BV intézetben meg volt egy úgynevezett kivégzetteknek egy ilyen naplója, és ezen a napon, ezen az április 24-i napon ott viszont ott volt a Szilágyi József neve, mondván, hogy kiadva a BM vizsgálati osztálynak. És így már meg lehetett pontosan is határozni, hogy ez a 12. sor hanyadik sírhelye. Tehát gyakorlatilag akkor már 4 személyre volt pontos adatom,
és a Losocci Gézára pedig hát továbbra is csak a, ez a térkép vázlatát a rendelkezésemre, ami a szakemberek szerint a 15. sor lehetett. És ezt akkor egy kézzel írott jelentésben erről beszámoltam a miniszterhelyettesnek valamikor augusztus első napjaiban, mert augusztus 3-án történt a helyeknek, a sírhelyeknek a megjelölése. Ekkor megint eltelt jó néhány hónap, nem tudom, hogy állunk időben, megint eltelt jó néhány hónap, és közben megalakult egy bizottság, az igazságügyi minisztérium államtitkára, Boris Gyula volt a bizottságnak a vezetője, ő ült le a hozzátartozókkal, és a végén megszületett a megállapodás, hogy kiadják a holttesteket, és a hozzátartozók eltemethetik saját belátásuk szerint. Ez volt az év végén, 88-as év végén a politikai bizottságnak a döntése és határozata. Tehát úgy nézett ki, hogy megkapják a hozzátartozók a holttesteket. Na, így jött el 1989. március vége, amikor kijelöltek egy orvos szakértői bizottságot, akik meg lettek bízva azzal, hogy a kihantolást elvégezzék. Ennek a bizottságnak volt a Szabó Árpád a vezetője, és a hozzátartozók is megbíztak orvos szakértőket, Nemeskéri János professzort, Kralovánszki Alán régész, ő vezette egyébként a feltárást, tehát egy ilyen szakértői csoport, amit a hozzátartozók által kijelölt személyek is voltak, szakértők is voltak közöttük. Ezek fölkerestek, hogy akkor mutassam meg a sírhelyeket. Hát én elmondtam nekik, mi megjelöltük, amikor a sírhelyek kijelölése történt, ilyen karókat vertünk le ebbe a hatalmas fűbe, és még ilyen sárga festékkel fákra, meg a kerítésre is tettünk jeleket, és erről készítettünk egy saját térképvázlatot annak érdekében, hogy megtaláljuk, hogy ki hol van. Na és ezt, még akkor ezt a történetet még hozzá kell tennem, hogy időnként ezzel a kollégámmal 88 végén minden szentek környékén is például kimentünk a parcellába és megnéztük, hogy megvannak a jelöléseik, mert féltünk attól, hogy nem is tudom miért, hogy valaki megtalálja és talán elkezdi föltárni ezeket a megjelölt helyeket, holott csak karókat talált volna. Kimegyünk és látjuk, hogy a 301-es parcellában két ember derékig ott a fűben, mint hogyha ásnának. Hát úristen, megtaláltak valamit. És amikor oda mentünk, közelükbe értünk, akkor láttuk, hogy két idősebb ember volt, ültek a földön, és egy sírt ápoltak. És akkor oda mentünk, köszöntük, mondtuk, hogy hát mit tetszenek itt csinálni, és mondja, hogy a testvérét 1955-ben kivégezték, és itt van eltemetve. Hát ezzel nagyon elcsodálkoztam, mert hát ugye nem lehetett tudni, hogy ki hol van, mondom, hát ne haragudjon, hogy nem tudta meg, hogy itt van a testvére eltemetve. Azt mondja, hogy akkoriban többen megtették azt, hogy ott a kerítésnél leskelődtek, amikor a kivégzés után azonnal eltemették őket, és lefizették a sírásókat, és azok megmutatták, hogy hol vannak eltemetve, és ők aznap, amikor az ő testvérét kivégezték, még két embert végeztek ki, és ők ezt a három sírhelyet ápolták. És meg is mondták, hogy ez hanyadik sor, illetve a testvér megmondta, hogy ez hanyadik sor, hanyadik helye. És kérem szépen, ez egy nagyon érdekes történet. Itt tetszenek látni egy legfőbb ügyészség fejlécével egy értesítést. 1957. január 18-i dátum van rajta. Szilárd Imrénének szól, aki Jánk majd is on lakik. Közlöm, hogy fias sírhelye az új temetőben a 301-es parcella 1129 szám alatt van, tehát 11. sor. Akkor már leverték a forradalmat januárban. Az osztályvezető aláírás olvashatatlan, egy helyettes H betű van rajta,
De még akkor valaki ezzel a Kossuth címeres fejléccel megért az édesanyjának, hogy, ez hanyad, hogy a fia hanyadik sor, hanyadik helyen van. És ezt ettől a testvértől kaptam meg, aztán leveleztünk, és akkor ő küldte el ezeket az adatokat. És kiderült, hogy ő készített is egy térképvázlatot, és az ő térképvázlata, az a 11. sor, az a Losonczy Géza sírhelye, az a 15. sor. És a Szilárd úr, aki a testvér volt, az ő térképvázlatán van egy villanyoszlop, ami ezen a térképvázlaton is látható. És az én térképvázlatom szerint a villanyoszlop az pont egy vonalban van a 15. sorral, ahol Losonczy Géza van eltemetve. És mondtam az illetőnek, hogy ne haragudjon, hát hol van itt villanyoszlop? Szóval jöjjön velem. Oda mentünk a kerítéshez, föl kellett így rámásznunk, és kiderült, hogy valamikor a túloldalán van egy villanyoszlop, ami le lett vágva, de még a csonkja tönkre megmaradt. És akkor ez egy újabb támpont volt a számomra, hogy akkor jó lehet, akkor valóban itt fogjuk megtalálni a Losonczy Gézát, mert a villanyoszloppal egy gondolatban pont a 15. sor volt. Tehát ilyen kalandok és szerencse is belejátszik sokszor a nyomozásba is ahhoz, hogy eredményre jusson az ember, hogy ilyen módon még ezt a sírhelyet is sikerült tovább pontosítani, amikor végül is elkezdődött a síroknak a feltárás, és akkor talán be is tudom fejezni. Amint látják, ilyen sátrakat állítottunk fel, és elkezdődött a feltárásnak a megkezdése. Én elmondtam a szakértőknek, hogy hol vannak a sírok, és kimentünk a Kralovánszky Alán, aki a régész professzor, az Árpádházi királyok nagy kutatója, ő kezdte a föltárást, és ő azt mondta, hogy a Nagy Imrével kell kezdeni. Hát én mondtam, hogy célszerűbb lenne a másik sírt megbontani először, mert ott két halottat kell megtalálnunk, és hogyha ez igaz, akkor én már nyugodt vagyok, hogy akkor jó helyen jár. De nem, ő kötötte az ebet a karóhoz, hogy nem, a Nagy Imrével kezdjük. Hát így aztán kénytelenek voltunk azzal kezdeni, és hát ha ki tudnánk lépni most megint ebből a vesznek, mindig elfelejtem, hogy kell. Igen, azt mondja, hogy igen, arra tessék szívesen, igen, és akkor az első kép. Összejöttünk ott a 301-es parcellánál, az őszajó jobb oldalon az a Szabó Árpád. Itt a kopasz fejemben én is látható vagyok fehérinkben, világos színűinkben. Szemben a szemüveges, az a Nagy Erzsébet szemüveges, ott van úgy középtájon. Nagy Erzsébet van ott, az ő férje, Vészi János, a Nagy Imre unokája, az a fekete hajú hölgy, tehát két unoka, Jánosi Katalin és Jánosi Ferenc, mert még látható a képen a Hegedűs B. András, aki akkor a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak volt a vezetője. És itt a Szabó Árpád elmondja a résztvevőknek, hogy hogyan kívánják a feltárást elkezdeni. És így kezdődik el, kérem szépen, a Nagy Imre sírhelyének a kiásása. Hát itt már a megtalált földi maradványok kerülnek dobozba elhelyezésre. Ez volt az első nap. A kijelölt helyen találtunk földi maradványokat, akkor derült ki, ami egyébként is a hozzátartozók rendkívül idegesek voltak, és rendkívül bizalmatlanok. Én voltam az egyetlen a hatóság részéről, ugye minden rajtam csapódott le, velem szemben voltak bizalmatlanok, és hát kiderült, hogy a Nagy Imrének a koponyájában találtak két aranyfogat, a Nagy Erzsébet kijelentette, hogy az ő édesapjának nem voltak aranyfogai. Kész. Ettől kezdve már ugye teljes bizalmatlanság volt a részükről, hogy mi nem azt a helyet mutatjuk meg, ahol valóban el vannak temetve, mert azt meg kellett mondanom a szakértőknek, hogy ez egy másodlagos temetés, ami ki is derült, mert a
koporsó maradványokon hajszál gyökerek, stb. Voltak, amik mutatták, hogy abban a mélységben nem, eredetileg nem ott voltak eltemetve. De ezt meg is mondtam, de a miniszter helyettes nem engedte meg, hogy megmondjuk a hozzátartozóknak, hogy hol voltak eredetileg eltemetve. És hát többféle legenda keringett akkoriban az ellenzék körében, hogy a Szovjetunióban lettek eltemetve, Budakeszin lettek eltemetve, és egyszerűen nem mondhattuk meg, nem mondhattam meg. És így aztán ez az első nap számomra rendkívül, hogy mondjam, csak aggasztó volt, mert hát nem akarták elfogadni. Következő nap került a másik sírhelynek a felbontására, és ez, ahol az esti órákra sikerült Maléter Pálnak a Gimes Miklósnak a holttestére rábukkanni. Már szürkület volt, ugye március vége elég korán sötétedik. Itt látható Halda Aliza, az Ősszayó asszony, nem látszik, ott a Gimesnek a fényképp, az ő hozzátartozói a kuponya alapján rögtön azt mondták, hogy ez a Miklós. A felesége meg a Halda Aliza élettársa volt 56-ban, mert akkor már elvált Gimes a feleségétől, de a kihantoláson a volt feleség is jelen van. A két asszony egyértelműen azt mondták, hogy ez nem lehet már, csak a Miklós. Tehát már a koponya alapján meg lehetett, mert jellegzetes koponyája volt ott látható is egyébként a fényképen. És akkor én mondtam a Kralovászkinak, hogy még folytassák a feltárást, mert itt ebben a sírban még egy halottnak kell lenni. Már 195 centi mélységben jártunk, és főleg a Nagy Imre hozzátartozó nem létezik, tehát itt már nincs, nem lehet más. Már majdnem teljesen sötét volt, amikor Kralovánszki meg aztán a többi szakértő is jelzi, hogy még van alatta, még egy holttest van. Akkor könnyebbültem meg, és a Boris Gyula államtitkár, aki ennek a bizottságnak a vezetője volt, meghívott az irodájába, és megkínált egy konyakkal. Ez volt a jutalmam egyébként a feltárásban, a nyomozásban játszott szerepem, mert akkor már teljesen biztos voltam, hogy jó helyen járunk, és biztos, hogy őket találtuk meg. Másnap valóban Maléter Pálnak a földi maradványai kerültek elő a földből. Ő egy rendkívül magas ember volt, majdnem 2 méter, vagy talán 2 méter 2 centi magas volt. Láthatóan bele volt gyömöszölve abba a ládába, és ami nagyon fontos, hogy neki volt egy háborús sérülés, a bal lapockáján csont hiány volt egy repesz találat miatt, azt is. Tehát teljesen a két szemét, Gimes Miklóst és Malétert már ott a helyszínen meg lehetett állapítani, hogy jó, és ebből következően jön. Azt mondtam, hogy akkor a Nagy Imre is bizonyítható. Akkor a Vészi János, a Nagy Erzsébet férje azt mondta, hogy ha én meg tudom mondani, hogy itt ki hol van eltemetve, akkor mondjam meg, hogy ki van a Nagy Imre mellett eltemetve. Na most ezt már meg lehetett állapítani a parcella könyvbe. Képzeljék el, hogy ott egy 1961-ben kivégzett, emberölés miatt kivégzett embernek, Forró Szele Lászlónak a sírja volt. Elmentem a bíróságra, a bírósági iratokért. 20 év volt akkor az irattározásnak a határideje, már nem voltak a pincében az iratai ennek a Forró Szele Lászlónak, és ott találtam meg. Egy házaspár gyilkolt meg ez a fickó. Ott fekszik a Nagy Imre mellett, a mai napig egyébként a 301-es parcellában, mert a család akkor úgy döntött, hogy Nagy Imrét oda kell visszatemetni, ahol eredetileg is volt a sírja, és mellette van a Forró Szele Lászlónak. Aztán kiderült, hogy őriznek egy protézist a Nagy Imre hozzátartozói, amit a Szabó Árpád, amikor átmentünk a szakértő intézetbe és rekonstruálta a csontokat, akkor tökéletesen beleillett a koponyába, mert aszimmetrikus állkapcsa volt a Nagy Imrének, és ez a protézis is teljesen beleillett, és aztán még régi orvosi papírok alapján az is igazolódott, hogy voltak neki aranyfogai. Tehát ilyen értelemben végül is teljes mértékben a szakértői vizsgálatok is tudták igazolni, hogy azok vannak ott eltemetve, akik
akiket hát ugye megneveztünk. Nagyon megdöbbentő volt, hogy ezeket az embereket még a halálukban is meggyalázták, amit talán olvastak is néhányan erről a történetről, fejjel lefelé, tehát hasra fektetve voltak a koporsóban. Nagy Imrének már a fél arc koponyája teljesen el is korhadt ez alatt az idő alatt, tehát még itt is valamiféle bosszú történhetett. És nem akkor történt ez, amikor a 61-ben, hanem még közvetlenül a temetéskor történt, hogy így helyezték el őket a sírban. Na így aztán ugye első három nap megvolt a három kihantolás, utána a Szilágyi József sírhelyének a feltárása következett, aki szintén megtaláltak, őneki még egy fémlapot is találtak, a kivégzetteket egy fémlappal temették el, ami volt egy sorszám, ezzel is lehetett őt azonosítani. És végül az utolsó, a Losonczy Géza kihantolása volt utoljára. Hát itt látható, hogy így történt aztán az elszállítása a megtalált maradványoknak. Losonczy Gézát nehezen találtuk meg, mert mint ahogy mondtam is, két szabályosan a kiásott sír között volt Losonczy Géza teteme, és több sírt is föl kellett nyitni, míg végül megtaláltunk, és nála meg az még volt egy ilyen nyomravezető, hogy a boncolásnál trepanálták a koponyát, és ez a trepanált koponya alapján azonnal meg lehetett állapítani, hogy ő az. Tehát így április 6-án befejeződött a... Most ha segítene, visszamennénk az előzőbe. Befejeződött a kihantolás, megkezdődött a szakértőknek, igen, ez jó, ezt köszönöm. Megkezdődött a szakértőknek a munkája, akik egyértelműen aztán később a családtagok előtt is hát megbeszélték, és a családtagokat is tájékoztatták, akik elfogadták, végül Nagy Erzsébeték is elfogadták, hogy igen, az ő hozzátartozójuk van ott eltemetve. Így került sor június 18-án, ahogy itt látják is a képeken, a Hősök terén az újratemetésre. De ezt még megelőzte egy évvel előtte, tehát 1988. június 16-án Párizsban, a Père-Lachaise temetőben egy jelképes sírt állítottak Nagy Imrének és Márté társainak. Ez egy árbocatört hajú Rajk László készítette egyébként ezt a síremléket. Ő tervezte, és az ő tervei alapján készült. Egy jelképes temetést rendezett az ellenzék, meg a külföldi emigráció, és itt olvasható, hogy legyen ez a francia föld a jelképes síreje Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak. Ez is azért egy olyan hatás volt a magyar kormányra nézve, ami hát nemzetközi nyomás alá is kerültek annak érdekében, hogy tegyenek eleget ennek a kívánságnak. Így aztán, ugye ahogy láttuk, az újratemetés gyakorlatilag egy tömegtüntetésbe fordult, hiszen olyan sokan jelentek meg, hogy ez ma már történészek egy része is úgy tartja, hogy ez az újratemetés volt a kezdete a rendszerváltozásnak, tehát ez indította el azt a folyamatot, ami aztán egy fél évvel később már az új választásokra és az új kormány megválasztásához vezetett. És ehhez szeretnék idézni egy Richard Cobb nevű brit történésznek a szavait, aki a francia forradalommal foglalkozott, az volt a kutatásainak a fő területe, és ő írta ezt. A temetések gyakran, sőt különösen a temetések nem annyira a halott iránti tisztelet megnyilvánulásai, mintsem megfelelő alkalmak a zendülők terveinek végrehajtásához. Megesik, hogy a temetésen lévő legveszélyesebb figura a koporsóban fekszik. Hát igen, így mondom, mint ahogy mondtam is,
így akkor június 16-ával az újratemetéssel kezdődött el a, aztán végül a pártállam összeomlása. Itt, itt azért egy a körülbelül 100 000 ember megjelentés részt vett. Itt is, meg a 301-es parcellában is a eltemetésben, és mint ahogy mondtam, Nagy Imrét a eredeti helyére temették vissza, és a mellette lévő üres parcellában állítottak emléket, és ott vannak eltemetve a többiek, Maléter, Gimes, Losonci és Szilágyi is. És ott van Angyal István köve. Angyal István a Tűzoltó utcai felkelőknek volt a parancsnoka, és őt, ha jól emlékszem, 58-ban végezték ki. A végrendeletét WC-papírra írt a ceruzával, és egy bírósági tárgyaláson az Őrsi Istvánnak a kezébe nyomta. Őrsi István író, egy 5-6 évvel ezelőtt halt meg, 63-ban szabadult egyébként, nem merte ezt megőrizni, hanem megtanulta kívülről a végrendelet szövegét, és erre a kőre föl van vésve, hogyha el tudjuk olvasni. Nem, most nem látom. Az úgy szól, hogy legyen a mártírok emléke egy rusztikus kő, így mondta, a csőcseléknek az emlékére, amelyből jöttünk, mondja Angyal István, egy rusztikus kő őrizze a csőcselék emlékét, amelyből jöttünk és amelybe együtt értünk meg. És ez is ott látható, ez a Angyal István köve, van ott egy emlékmű is, meg ez a rusztikus kő, ez egy hatalmas kőtömb, ami hát az ő végrendelete alapján került oda a sírhoz. Hát így nagyon kapkodva talán, körülbelül így tudnám összefoglalni ezt a történetet, aminek így én is a részese lehettem, mint akkori rendőrtiszt, hogy sikerült ezt a sírok felkutatását és az újratemetéshez a megjelölését a síroknak, és megtalálni a mártírokat. Így ez a történelmi léptékű dologhoz hozzájuthattunk, és hogyha még van még annyi idő, akkor tetszik segíteni. A tárgyalás, az ítélet hirdetés után mi tárgyalást, még hangot is tudunk adni hozzá? Akkor lejátszanánk azt a... Igen. Azt mondja, utolsó szó jogán. Ezeket a szavakat mondta Nagy Imre az ítélet hirdetés után. A halálos ítéletet, amelyet rám utasította el a kegyelmet, aki halálaikért. A Vida Ferenc egyébként még 90-ben
készült, még élt 1990-ben a rendszerváltáskor, és akkor készített vele riportot egy újságíró, a Hanganyag interneten megtalálható. Egyébként a Vida Kerekperec kijelentette, hogy ő most is meg hasonlóképpen ítélkezne, tehát ő semmiféle megbánást nem tanúsított. Én úgy gondolom, hogy Nagy Imre utolsó szavai, eljött ez az idő szerencsére, hogy tényleg higgadtan és a tények ismeretében foglaljunk állást abban, hogy bűnös volt-e vagy nem. És hát meg is történt, ugye a rehabilitációja még 1989. július 7-én, akkor még legfelsőbb bíróság, most már kúria, legfelsőbb bíróság előtt rehabilitálták. Azon a napon halt meg egyébként érdekes módon a tárgyalás ideje alatt Kádár János. Hát körülbelül ennyit gondoltam erről a dologról elmondani. Remélem, hogy sikerült tényleg részleteiben elmesélni ezt a történetet, ami nagyon jellemző arra a korra, hogy így nem adták ki a holttesteket, jeltelen sírba temettek el mindenkit, köztörvényes bűnözőt, politikai elítéltet, mindenkit. Egészen 1979-ig volt ez a rend, akkor jelent meg egy úgynevezett büntetés végrehajtásról egy törvény, amit nem régen helyeztek hatályon kívül, 79 óta pedig már a jelzett sírokban temették el. És 90 óta meg a halálbüntetés is megszűnt Magyarországon, akkor a rendszerváltás után a legfelsőbb bíróság, illetve az alkotmánybíróság, megalakult alkotmánybíróság egyik első döntése az volt, hogy a halálbüntetést hatályon kívül helyezték. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam.